Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, fennállva énekeljük a 89. Zsoltárunk első és hetedik versét. Helyünket elfoglalva a 463. dicséretünket énekeljük minden versével.
Szeretett testvérek, halljuk együtt Istenünk igéjét János evangéliumából, a 4. résznek a 26. versétől a 34-ig, illetve a 39. verstől a 42. verséig. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Meghallottuk Istenünk igéjét, jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Mindent tudó, mindent látó, szerető mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy felindítottad a mi szívünket, hogy eljöjjünk a te hajlékodba, mert szólni akarsz hozzánk, mert el akarod nekünk mondani mindazt, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását, köszönjük a jókat, köszönjük a rosszakat. Tudjuk, Urunk, hogy mindent, ami javunkra akarsz fordítani. Hisz te, Úr Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz. Te most is meg akarsz minket szólítani, el akarod nekünk mondani, hogy mi a te akaratod a mi életünkre nézve. Szeretnéd a mi szívünket lakhelyedül, hogy átformálhassd a mi gondolatainkat, érzéseinket, cselekedeteinket. Könyörülj meg most rajtunk, kérünk, hogy adjuk oda neked. Ne tartsunk vissza semmit magunknak, hanem használd a mi életünket a te dicsőségedre. Hisz olyan jó dolog az, olyan nagy dolog az, amit velünk tettél. Hitet adtál nekünk, megszólítottál bennünket, és munkatársaiddá fogadtál, Urunk. Segíts nekünk, hogy ne tartsunk vissza semmit magunknak, hanem mondjuk el bátran az embereknek azt a csodát, amit az mi életünkbe te cselekedtél. Hisz vannak családtagjaink, akikkel naponként találkozunk, és még nem a te gyermekeid. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk úgy élni, nem minden esetben csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel, ahogy ez az asszony tette, hogy elment és elmondta, hogy mi csodálatos, megtalálta a Mesiást, az üdvösség útját, az üdvösséget. Erre adj nekünk most tanítást, nyitott szívet, odafigyelést, rád hallgatást. Amen. Amen. Készüljünk az igehirdetés meghallására a 294. dicséretünk éneklésével. Thank you.
Szeretett testvérek, az ígét János evangéliuma 4. részéből olvasom, a 35. verstől a 38. versig. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájába álltatok be. Szeretett testvérek, elgondolkodtatott egy történet a héten, amit olvastam. Egy férfi teljesen egyedül maradt, meghalt a felesége és egyetlen fia, és úgy érezte, hogy pusztává lett az élete, nem maradhat tovább a városban, hanem választ egy olyan lakhelyet magának, ahol valóban kifejezi az ő életérzését. És valóban megvette egy vidéki kis farmot, ahol nagyon-nagyon le volt pusztulva minden, és meg is állapította, hogy ez most az én lelki állapotomnak megfelelő. Igen ám, de mégis rájött arra, hogy ez nem lesz jó, hogyha ez csak tovább pusztul, ez a környék, és úgy döntött, hogy ezt a pusztaságot ő egy erdővé változtatja. Zsákszámra gyűjtötte a makkot, és ahogy kell, beáztatta, előkészítette, és saját kezüleg ő maga több százezer makkot elültetett ott azon a földterületen, amit megvásárolt. Talán lehet, hogy sokan kimosolyogták érte, de egy idő után, ha nem is mind, de nagyon sok tölgyfa kezdett nőni. És amikor ez az ember meghalt, 89 éves korában, akkor már láthatta, hogy milyen szép kis erdőt telepített. Láthatta, de láthatják azóta is nagyon sokan, állítólag Franciaországban, és mindez annak köszönhető, hogy ez az ember nem akarta a pusztaságot, nem akarta a sivárságot, hanem életet akart. Elgondolkodtatott, hogy mit hagyunk mi magunk után. Most nem az öko gyülekezet gondolatát szeretném itt taglalni, hanem olyan értelemben, hogy csak sivárságot eredményezünk magunk körül, lelki, szellemi, emberi értelemben, vagy pedig valóban tudjuk ültetgetni az emberek szívébe a magokat, tudjuk vetni azt, amit Isten nekünk adott, és talán már láthatjuk is, hogy itt vagy ott növekszik az, amit mi valamikor elvetettünk valakinek a szívébe. Így kell, hogy gondoljunk most erre a történetre, mert Jézus valami ilyesmit mond nekünk. Ott a tanítványok visszajönnek, és nem értik, hogy mi történt. Egyedül az asszony érti majd, hogy mi történt, akiben nagy-nagy változás lett Jézus szavai nyomán. Jézus azt mondja a tanítványoknak, még 4 hónap, és jön az aratás. Ti ezt mondjátok. Én pedig azt mondom, hogy a mezők már fehérek az aratásra. És itt egy kis ellentétet látunk felfedezni, hiszen az aratásnak valóban idő kell. Az Izraelben 2-szer arattak egy évben, és 4 hónapot kellett várni arra, hogy valóban szárba szökkenjen és megérjen a termés. És ez igaz. De most nem az aratás ünnepe, nem az aratás ideje volt itt, és mégis Jézus azt mondja, hogy nézzétek, fehérek
a mezők az aratásra. Nyilván másképp értette. Nyilván lelki értelemben értette, úgy, ahogy meghirdette az Isten országát, akár Keresztelő János már ő előtte, de most ő maga, aki el is hozza, el is hozta az Isten országát. A mezők már fehérek az aratásra. Hogyan kell ezt érteni? Jézus elkezdte a magvetést, elkezdte a szolgálatát. Azt is tudnunk kell, hogy Sikár az a vidék, ahol most vannak, Samáriának az a vidéke, igen jó gabonatermő vidék. De mégsem ezt akarja Jézus mutatni, hanem előre mutat és túlmutat mindazon, ami ott történik. A föld, a termés, a vetés és aratás példája nagyon sokszor ott volt Jézus példáiban, példázataiban. Vetés és aratás. Kell, hogy legyen földi értelemben. De ugyanígy lelki értelemben kell, hogy így legyen, akár ott már Jézus korában, de azóta is. Túlmutat tehát azon, ami most történik, hiszen most várni kellene még az aratásra. De amikor János evangélista leírta ezt a szakaszt, akkor ő már tudta, hogy valóban igaz lesz, amit Jézus mondott, hogy a vetésre nagy-nagy aratás lesz a jutalom. Hiszen ő már ismerte Pál, Péter és a többi apostol bizonyságtételét, és tudta azt, hogy majd valóban szárba szökken az a vetés, amit Jézus kezdett el, és aztán ott az apostolok folytathattak. Jézus most ott ül tehát a samáriai kútnál, és a lelki szemei előtt azt látja, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Ezt az egyik magyarázó úgy magyarázza, hogy ahogy az asszony bement a városba, elhívta azokat az embereket, hogy jöjjetek és lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, az emberek elkezdtek kiszivárogni a városból. Nagyon sokan kimentek Jézushoz. És akkoriban azon a vidéken legtöbben fehér köntöst hordtak, és ahogy jöttek föl a domboldalon, szinte fehér lett az egész domboldal tőlük, ezért volt fehér a mező az aratásra. Az asszony vetett, az asszony elindított valamit, és már jönnek is azok, akik a termést jelentik. Ravasz László pedig így fogalmaz, hogy a lábon járó aratás az, aki jön Jézushoz. Milyen jó látni a lábon járó aratást. Milyen jó lehetett látni, hogy özönlik a nép Jézushoz. Ma Magyarországon talán másképp látjuk, pláne ilyen fehér havastájon. Milyen jó látni, amikor akár fekete ruhában özönlik a nép. Mi talán azt mondanánk, hogy feketék a mezők, ugye, az aratásra. Persze nyáron más a helyzet nálunk is. De Jézus tehát erre utal, hogy jönnek azok az emberek, akiknek a szívébe bekerült valami, és már is kezdik szárba szökkenteni magukban azt a magot. De tulajdonképpen ez majd akkor lesz igazi, amikor Jézustól hallják, és Jézusban ismerik fel a világ üdvözítőjét. A vetés és aratás mindig nagyon fontos. Fontos volt már az Ószövetségben is, a Zsoltárok könyve 126. részében így olvassuk, ott a fogságból jönnek ki, és örülnek annak, hogy újra vethetnek, de azt mondták, hogy sírva vittük a mi vetőmagjainkat, és örömmel, újjongva mentünk az aratásba. Igen, a vetéshez sokszor fáradtság járul. Sokszor kell fáradozni azon, hogy a vetés igazán célba érhessen. A sírás, a könnyhullatás, az lelki értelemben jelentheti azt is, hogy kell egy kis talajlazítás,
egy kis talaj előkészítés ahhoz, hogy valóban jó földbe menjen az a magvacska. Könnyhullatással vetnek, és akik könnyhullatással kapták a magot Istentől, vagyis a bűnbánattal, a megtérésre való könnyhullatással, azok életében valóban megnőhetett az a mag, és valóban reményteli lehetett az a magvetés. És visszagondolhatunk időkre, talán a saját életünkből is, amikor sokan-sokan özönlöttünk Jézushoz, akartunk részesei lenni a magvetésnek. Így mondják el a csodákat azon a bizonyos ébredési időszakban, amikor valóban feketé lettek az utcák, vagyis fehér lettek a mezők azoktól, akik mentek Jézushoz, akarták a világ üdvözítőjét látni. Vetés és aratás. És akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy Jézus volt az, aki igazán tudta ezt a magot adni az emberek szívébe, de aztán rábízza ezt a tanítványokra is. Aztán így mondja a közmondás szavaival, más a vető, és más az arató. Vagyis a tanítványai most beállnak abba az aratásba, amit Jézus vetett. A tanítványai most majd, amikor mennek szerte világba, akkor még abba az aratásba állnak be, amit Jézus kezdett el. De egy csodálatos láncreakciónak kell elindulni, hiszen jön az idő, amikor nekik kell vetni. Amikor nekik kell vetniük az evangéliumot másoknak. Amikor majd akár a vérük lesz magvetéssé, ahogy az egyház atya mondja, a mártírok vére magvetés lesz, hiszen nagyon sokan éppen az önfeláldozásuk által másokat segítettek hitre jutni. Vagy amikor fáradoztak azon, hogy valakik meghallják az evangéliumot, és mégsem látták az eredményt. Bizony nagyon sokszor van az, hogy mi is talán úgy gondoljuk, hogy fáradok, vetek, de nem látom az eredményét. Talán olyan sokszor mondtam már gyermekemnek, unokámnak, szomszédomnak, ismerősömnek, és nem látom az eredményét. Nagyon sokan szoktak ezen sopánkodni. De akkor legyen ott bennünk az a reménység, hogy más a vető, és más az arató. Majd reménység szerint mások fogják aratni azt, amit mi vetettünk. Pál apostol így mondja ezt, én plántáltam, Apollós öntözte. A növekedést az Isten adja. És figyelmeztet bennünket az Isten ígéje arra, hogy mi ne várjunk mindig, nagy csoda, hogyha azonnali aratást tudunk látni, de ne várjunk mindig azonnali aratást. Jézusnál ez most itt nagyon jól látszik, hogy ő kaphatott azonnali aratást ott, a samáriai faluban, de mi nem mindig kapjuk meg ezt. Nagyon sokszor, nagyon sokáig kitartóan kell vetni, adni az evangéliumot, hogy aztán egyszer szárba szökkenjen. Vagyis tudunk-e vetni? Tudunk-e reménység alatt vetni? És tudunk-e reménységben várni az aratásra? Van, amikor más munkájába kell beállni, és azt kell tovább folytatni. Azt kell hűségesen ápolni, gondozni, öntözni. De van olyan is, amikor nulláról kell kezdeni mindent. És akkor majd mások állnak be a mi aratásunkba. Az egyház életében ez egy nagyon-nagyon szép folyamat, egy állandó folyamat, amibe be kell állnunk magvetőként, vagy olykor aratóként. Hétfő este az evangélikus templomban egy nagyon megdöbbentő megállapítást hallhattunk az egyik evangélikus professzorról,
aki így jellemezte az egyházát, egyházunk két dologgal nem tudott mit kezdeni, amikor kiürültek a templomok, és amikor tele lettek a templomok. És valljuk be, nagyon sokszor így van, hogy nem tudunk mit kezdeni a kiürült szívekkel. Nem tudunk mit kezdeni azokkal, akik nem akarják hallani az evangéliumot. És nem tudunk sokszor mit kezdeni azokkal, akik pedig jönnének és kérdeznek, és akarnának valamit tudni. A mi ítéletünk ne ez legyen, hogy nem tudunk mit kezdeni azokkal, akik jönnek és kérdeznek, hanem merjünk válaszolni, merjünk bizonyságot tenni. A samáriai asszonynak ezer meg ezer oka lett volna ahhoz, hogy továbbra is csak elbújjon az emberek szeme elől, hogy ne menjen vissza a városba, hogy ne mondja az embereknek, hiszen valószínű nagyon sokan megszólták, bántották, talán nem is figyeltek rá sokan. És mégis ő visszamegy, vállalja azt is, hogy esetleg van, aki legyint rá, vállalja azt is, hogy valaki visszaszól, valami olyat, ami nem kellemes számára, mégis megy. Mert valami nagy dolog történt az életében. És hogyha valami nagy dolog történik az életünkben, nagy életváltozásunk van, nagy belső változásunk van, arról beszélni kell. És ez az az, hogy nem tudja magában tartani. Megy vissza, és mondja az ő bizonyságtételét, és mondja az ő magvetését. Szorongat bennünket eléggé Krisztus szeretete, hogy mondjuk mi is másoknak, hogy beszéljünk arról, hogy én megtaláltam azt, aki megmondott ugyan nekem mindent, nem is esett jól, de most már tudom, hogy ő a világ üdvözítője. Tudom, hogy az én megmentésemre is jött ebbe a világba. Beszélnünk és élnünk kell. Nyilván ennek az asszonynak sem volt könnyű később rendbeszedni az életét. És nem volt könnyű rendbeszedni az ő gondolatait. Senkinek sem könnyű. De meg kell tenni, és ezáltal tudunk Krisztushoz vezetni másokat is. És most már nem is az asszony beszédének hisznek, hanem azért, mert ők is meglátták a világ üdvözítőjét. Más a vető, és más az arató. De kell vető, és kell arató, és kell munkás az Isten aratásába, az Isten szántóföldjébe. Egy nagyon nagy kérdés merült fel bennem, amikor olvastam ezt a szakaszt. Az van benne, hogy együtt örüljön a vető és az arató. És itt előtte az van, hogy az Isten országában lehet együtt örülni, hiszen az arató jutalmat kap, mert begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. És az a nagy kérdés, hogy hova vetünk, kinek vetünk mi? Miért is mondjuk az evangéliumot? Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy én csak oda vetek, ahol biztos vagyok benne. Emberileg van remény arra, hogy legyen belőle valami. És akkor majd lesz látszatja is, és akkor lesz nekem is elismerése a munkámnak. Jézus Samáriába megy, ahol nem volt eddig még nagy jele annak, hogy olyan sokan tértek Krisztushoz, mert vetni oda is, ahol talán nem látszott előre az eredménye. Nagy kérdés, hogy magunknak vetünk, a magunk dicsőségére vetünk, a magunk dicsőségére akarunk csak munkálkodni az Isten szántó földjén, vagy az Isten országa számára. Hiszen a termést az Isten országa számára fogják begyűjteni.
És a másik kérdés pedig az, hogy tud-e együtt örülni vető és arató? Tudunk-e együtt örülni, amikor vetünk, vagy aratunk, vagy más is vet mellettünk, és más is arat mellettünk, vagy előttünk és mögöttünk? Nagyon nagy kérdés. És sajnos, hogy ott lehet az önkritika a gondolatainkban, a szívünkben, az életünkben, és vizsgáljuk is meg magunkat. Tudok én örülni annak, hogyha más is vet, és más is arat? Ugye azt mondja az atya a nagyobbik fiúnak, hogy vígadnod és örülnöd kellene. Hát vígadnunk és örülnünk kell, hogyha más is vet, és más is arat. Hogy együtt örüljön a vető és arató. Megfogalmazódott bennem, hogy szívesen beszélnék erről lelkész társaknak, lelkész testvéreknek is. Mert bizony még magunk között szólva is nagyon nehezen tudunk igazán örülni a másik örömének, a másik vetésének és aratásának. Vajon miért? Ott van sokszor a féltékenység és irítség bennünk, és ez elrontja a mi örömünket. De hadd változzon ebben is a mi gondolkozásunk, és hadd tudjunk együtt örülni a vetővel és aratóval, másokkal is. És néhány dolgot villantok fel csak, ami a gyülekezet számára is fontos, mert hallottam már vélekedéseket, és persze mindannyiunkban felmerül, hogy mi van az, hogy mi vetettünk, és más aratja le. Hogy lehet az, hogy én mindent beleadtam, annyi munkám, szolgálatom van benne, és akkor most elmegy, és más aratja le ezt a szolgálatot. Kis faluban szolgáló lelkészek nagyon gyakran akár ebbe bele is fáradnak. Én vetek, és aztán elmennek a fiatalok, és más aratja le azt, amit én indítottam el. Ott van az öröm, hogy de elindítottam. De látom azt, hogy elmegy máshova, és bekapcsolódik egy másik gyülekezetbe. De még Debrecenben is előfordul, hogy a Nagy-Budapestre meg ide-oda elmennek, és megvalom nekem nagy öröm, amikor visszajelzést kapok, hogy de igen, ott is járunk, ott is megyünk, ott is ott vannak a gyermekeim, ott is ott szolgálok abban a gyülekezetben. És ez a mégis öröm kellene, hogy ott legyen a szívünkben. Igaz, hogy sokat fáradtam vele, de hadd legyen máshol is öröm, és hadd legyen máshol aratás. Ott lehet, különösen most ökumenikus imahéten gondoljunk rá, hogy ilyen gondolat is ott lehet, ami megrontja a mi örömünket olykor, hogy én fáradtam érte, vetettem, talán az én bizonyságtételemre lett hívővé, és akkor akár egy vegyes házasság, akár egy más vonzás miatt elmegy egy más felekezetbe. Valljuk be, sokszor ott van a gondolat bennünk, hogy miért megy el, miért nem marad közöttünk. De ahogy ezt a gyermekeink vonatkozásában is el kell, hogy fogadjuk, hogy egyszer csak önállóan kell, hogy valahol a hitét megvallja, a hitében éljen, akkor ugyanígy mégis öröm van a szívemben, ha megmarad Krisztus mellett. Ha más felekezetben is, ha más gyülekezetben is, de megmarad Krisztus mellett. Együtt örül a vető és az arató. Igen, talán bánt egy kicsit, de mégis tudok örülni neki. Aztán olyan is van, és ez talán nehezebb, amikor valami sértődés, megbántódás miatt megy el valahova valaki egy másik közösségbe, mert talán köztünk nem érezte jól magát. És akkor elmegy, és ott viszont jól érzi magát. És akkor persze ez is bánthat bennünket, de mégis ott lehet az öröm,
hogy talált közösséget, talált egy helyet, ahol megvallhatja az ő hitét, ahol együtt lehet testvérekkel. És különösképpen legyen ott a szívünkben ez most, hogy tudjunk így együtt örülni mások örömében. Ugyanígy meg lehet akár idősebbek szívében, gondolatában, hogy hát a fiataljaink kicsit más stílusban próbálják Istent dicsőíteni. Talán számunkra, vagy egyesek számára idegen módon, de mégis tudjuk, hogy ők is a világ üdvözítőjét ünneplik. Hallottam már ilyen vélekedést, hogy miért kell másképpen? Hát azért, mert Isten sokszínűvé teremtett bennünket, és szabad másképpen is imádni az Úr Jézus Krisztust. És bizony fölmerül a féltékenység, fölmerül sokakban az, hogy miért, de mégis ott lehet az öröm, hogy ha fiatalosan, ha más stílusban, de mégis Istent magasztalják. Majd szóba kerül az úréti gyülekezet, legyen így bennünk ez a mégis öröm, hogy másképpen kicsit, de a világ üdvözítőjét ünneplik. Sorolhatnánk még különféle példákat. Megmondom, hol nincs bennem öröm. Amikor vetettem, amikor minden szolgálatot, minden erőt beleadtam, és talán úgy nézett ki, hogy szárba szökken a vetés, és egyszer csak elhal. Na, ott nincs örömöm. És ott nincs aratás. Nyilván vetés volt, de nem lett aratássá. A magvető példázatát, hogyha látjuk, akkor ugye három esetben sincs igazi aratás. Nem lehet belőle aratás. Na, ott nincs öröm. De különben együtt kell, hogy örüljön vető és arató. A lényeg az, hogy együtt vessünk, együtt arassunk, vagy egymás után tegyük ezt, de tulajdonképpen szüntelen tegyük, hogy Isten igéje terjedjen, és Isten országának vessünk, ne a magunk dicsőségére, ne számolgassuk, hogy hány embert sikerült Krisztushoz vezetni, de mégis jó azt látni, a legelső példával zárom most be, hogy ha erdőt hagyunk magunk után, hogyha sokak szívébe el tudtuk ültetni az Isten igéjét, és ott lehet bennünk az a boldogság, hogyha látjuk, hogy van aratás, de akkor is ott lehet, hogyha másnak a munkájába állunk be, és ott lehet, ha másnak a munkáját látjuk. Legyen így valósággá bennünk, hogy együtt örül a vető és az arató, együtt örül mindaz, aki hallja, aki szólja, aki éli az Isten evangéliumát. Igyekezzünk így az elsivatagosodó világunkban telepíteni, vetni, hogy valóban arathassunk a maga idejében. Amen. A 289. dicséret második és harmadik versét énekeljük, Jézus én reményem.
Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Drága jó Istenünk, köszönjük, hogy nap mint nap figyelsz ránk. Ismered sokszor csüggedtségünket, tehetetlenségünket, de ismered igyekezetünket is. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te elvégezted a Te küldetésedet a világban, és ránk bízod az evangélium magvetését. Add, hogy engedelmes, lendületes legyen a mi szolgálatunk. Taníts minket meglátni a lehetőségeket, az alkalmas időt, amikor szólnunk kell. Vedd el mindazt, ami gátol bennünket a magvetés szolgálatában, hogy készek legyünk vallást tenni rólad. Add, hogy a mi szavunk és életünk olyan legyen, hogy téged lássanak meg, amikor vallást teszünk rólad. Urunk, mi vetők és aratók, a te szolgáid, megvalljuk, hogy sokszor vagyunk irigyek és féltékenyek egymásra. Bocsásd meg ezt nekünk, és kérünk munkát közöttünk is, hogy tudjunk örülni egymás szolgálatának, hiszen mindnyájan a te országod számára vetünk. Segíts együtt örülni felekezeteknek, együtt örülni a más stílusban szolgálókkal. Kérünk téged, Urunk, gondokban, bajokban, betegségben szenvedőkért. Kérünk a gyász miatti megszomorodott szívekért, adj nekik élő reménységet. És itt kérünk téged, Urunk, azért az emberért, aki meghalt a tűzben, a budapesti kollégium tűzben, hogy adj az ő szeretteinek is vigasztalást a te ígéd által. És kérünk téged azokért a diákokért, akiknek át kellett élni ezt a szörnyűséget, add, hogy ez javukra szolgáljon, hogy kimenekedtek, hogy megmaradt az életük, és add, hogy valóban neked szánják a te szolgálatodra. Add, hogy pótolva legyen mindaz, ami kárba vezet. Kérünk téged, Urunk, összetört lelki életű emberekért, kérünk te gyógyítsd gondolkozásukat embereknek, kérünk téged, hogy a te szereteted érje el az ő életüket is. És tégy minket egymás mellé álló testvérekké, hogy tudjunk egymás számára bátorításul lenni. Add a te újjáteremtő lelkedet, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, és sokakat hozzád vezessünk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, esztendő elején az előző esztendőért való hálaadás jegyében próbálunk meg egy kicsit visszagondolni a mögöttünk lévő időre és előre tekinteni. Így emlékeztünk a gyermekek, fiatalok közötti szolgálatra, a felnőttek közötti szolgálatra és a szolgálatokra az elmúlt vasárnapokon. Ma szeretnék az egészről, a gyülekezet egészéről szólni, és majd februárban, amikor odaérkezünk gazdasági bizottság, presbitérium, presbitéri gyűlés után, akkor gondnok úr gyülekezetünk anyagi életéről is tud majd beszámolni. Mindazt nem szeretném elsorolni, ami olvasható a szivárvány tavalyi decemberi számában, vagy majd a januáriban is, amiben a teljesség igénye nélkül, de azért elég sok területet említettünk.
Viszont legyen ott szívünkben háladás Isten megtartó kegyelméért, megtérésekért, hitben, lélekben, szolgálatban, buzgóságban való megújulásért. A közösségért, az összetartozásért ezt használjuk, ezt a képet az összetartozás ikonjaként is, és a beszámolók is indítsanak erre a hálaadásra bennünket az emlékezésen és a tájékozódáson túl. Az elmúlt években a misszióbizottságunk megfogalmazása szerint egy-egy területre helyeztük a hangsúlyt a küldetésünkből, ezt az ábrát már többször láttuk, de úgy gondolom, hogy ez az, amivel kapcsolatosan elmondhatjuk, hogyha az embert álmából felriasztják, akkor is el kell tudni mondani ezt az öt szót. Mert hogy a keresztény küldetésünk lényegéről van szó, és ha nem tudjuk öt szóba összefoglalni, akkor nem tudjuk elmondani 20 percbe se. Az öt terület, tehát ugye az evangelizálás, a tanítványképzés, a szolgálat, a közösség, amiről éppen a mai igehirdetés szólt, és a magasztalás. Az év elején a Bibliaolvasó kalauz valamelyik igéje alapján mindig az öt elemről hangzik az igehirdetés, így szólt a közös szolgálatról, a szolgálatban való közösségről a mai ige is. Az elmúlt években tehát a misszióbizottságunk korábbi döntése szerint egy-egy esztendőben egyik vagy a másik területre fókuszáltunk. Ez különösképpen a táboroknál volt markánsan tapasztalható, évközben is más módon is természetesen, hiszen az elmúlt években egy-egy terület volt a középpontban, így tavaly eljutottunk a magasztalásig, ez a tábori felvezetés, igaz, hogy még gyakorlatilag az első nap képe, úgyhogy még éppen csak a szóbeli bizonyságtétel, az alfa és omegán ott van egy nagy ajak, tehát a szóbeli bizonyságtétel ábrája került föl, de a cselekedeteinkkel magasztalhatjuk énekkel, közösséggel és ezek harmóniájával a mi Urunkat. Így az elmúlt években, évtizedben a szolgálat, a küldetés öt területét a táborokban is átbeszélgettük, átgondoltuk, átimádkoztuk együtt. Egy kicsit nagyobb távlatban is szeretném, hogyha újra tudnánk gondolkozni, idői távlatban, nagy erdélyi gyülekezeti távlatban, hát ezt a képet nem tudom, hogy ki az, aki el tudná helyezni, hogy vajon ez miért került ide. Nincs rajta Csongor Zsófi, úgy esetleg van, aki már el tudná helyezni. Ha visszagondolunk az elmúlt pár évtizedünkre, akkor a gyülekezeti életünknek bizonyos ívei kitapinthatók, tudatos lépések voltak ezek. A 90-es években elsősorban befelé fordultunk, a gyülekezet építésére koncentráltunk. Ekkor építettük ki igazán a kis csoportok rendjét például. Aztán 2001-2002 volt az a időszak, amikor markánsabban kifele is fordultunk, és ez a kép, ez Pápua Új-Guineán készült. Ez a felvétel a Távol-Keleten, ahova Csongor Zsófit elküldtük, és komoly anyagiakat fektettünk bele a küldetésbe, hogy ott a Biblia fordításához háttér nyelvészeti munkákban segítsen. Kifelé fordulás volt, hiszen Pápua Új-Guineán is több száz népcsoport él, körülbelül 700 nyelvet beszélnek egy országon belül. És az a kis népcsoport, az arop nyelvet beszélő népcsoport, egy kisebb cunami, egy régebbi kisebb cunami következtében összesen 1200 lélek. Ennyien vannak a világon, akik ezt a nyelvet beszélik, és még Biblia nem jutott el hozzájuk. És annak a fordításába segített Zsófi is, már a nyelv
föltérképezésébe, az arab nyelv föltérképezésébe, mert hogy még írásbeliségük se volt. Egyáltalán ABC-t kellett nekik csinálni, és elkezdeni megtanítani őket, a saját nyelvüket leírni. Nos, ez volt tehát a 90-es évek belső gyülekezet építése után egy nagy nyitás kifelé, hogy mások felé is, egészen a kontinensen túl is próbáljunk cselekedni. És ez a kép erre emlékeztet. Utána újra befelé fordultunk, és a gyülekezet építése volt, és most az elmúlt években megint egy külső hangsúly is megfogalmazódott ez a gyülekezet alapításban. Nem mentünk túl Európa határán, nem mentünk túl az ország határán, még a város határán se, még saját földrajzi területünk határán se, hiszen az új gyülekezet alapítását a saját földrajzi területünkön, itt az északi részen indítottuk el. És ez egy évvel ezelőtti kép, hiszen február közepén lesz egy éve annak, hogy a úgymond a rendes vasárnapi istentiszteletek tartása is elkezdődött, már korábban 2017. szeptemberétől elkezdődött nyilván a közösség szervezése különböző alkalmakkal, de most már egy éve vasárnaponként istentisztelet van az Árpád vezériskolában a bérelt helyen, és ez a tavalyi kép. Az új gyülekezet alapításának az elhatározása tehát egy újabb missziói terület, hiszen nem tudom, hogy mennyire vagyunk tisztában vele, hány református gyülekezet van Debrecenben? 20. 20. Éppen a napokban merült föl az egyik csoportban, hogy hogy is vannak a felekezeti arányok a városban. 20. A legtöbb. Messze a legtöbb gyülekezetünk nekünk van. És most, hogyha az Úr megsegít bennünket, akkor majd reméljük egy pár éven belül jogilag is megszülethetik a 21., mert hogy az úréti közösség az még a mi részünk, a mi közösségünk. Civil kifejezésekkel szólva egy cég két telephelyen működik, két kultuszhelyen, hogy szebb kifejezéssel fogalmazzam meg, működik. Ez nekünk egyébként nem szokatlan, korábbi szolgálati helyünkön Komádiban két templomunk volt, minden vasárnap délelőtt két istentisztelet, de nem ugyanazon épületben volt, hanem a központban és a falu, 2 kilométerrel arrébb a falu másik végén, egy másik épületben, de jogilag egy egyházközség voltunk. Most így vagyunk itt, jelenleg, hogy hála Isten szépen formálódik, olyan 60-80-an vannak vasárnap délelőttönként, és körülbelül olyan 15 gyermek a gyermekórákon. Ehhez tehát az Árpád vezériskolába annak az auláját és két tantermét béreljük. Ez azért komoly pénzbe kerül. És eddig még béreltünk egy lakást is, irodai jellegű és pici csoportok számára. Ennek az épületnek a tetőtere volt az a bizonyos lakás. És hát természetesen, amikor egy új gyülekezet születéséről beszélünk, akkor ez nagyon hasonlítható a gyermekhez. Először csak úgy domborodik egy pocak, terebélyesedik, aztán megszületik, de akkor még nem önálló. Még táplálni kell, gondoskodni kell róla sok évig, aztán lassan majd nevelni arra, hogy kezdjen egyre több mindenben önálló lenni, míg végül az útjára bocsáthatjuk, hogy most már a saját felelősségedre döntesz és cselekszel. Nos, az úréti missziunk vonatkozásában még az elején vagyunk ennek a missziónak, hiszen még a Nagyerdély gyülekezet része, de szeretnénk, hogy egy pár éven belül eljussunk odáig, hogy az első lépést az önállósodás irányába megtehessük, vagyis úgynevezett missziói egyházközséggé válhasson, ami még nem anya egyházközség, de már jogilag rólunk leváló közösség,
Még a missziói gyülekezetnek nincs lelkész választó joga, de már egy presbitériumot fel kell állítani, és nem sorolom tovább a jellemzőit. És majd az azután következő lépés pedig az, amikor anya egyházközségé nyilváníthatja az egyház közössége az úréti közösséget, akkor lesz saját lelkész választó joga, akkor lesz teljes jogú egyházközség, a közösség. Nos, természetesen, amikor ezt a döntést meghozta a presbitérium, és elindult ilyen irányban is a szolgálat, a munka, akkor valahol a lelki szemeink előtt ott volt, hogy előbb-utóbb épület is kell. Egy darabig a gyerek otthon növekedik, aztán egy idő múlva majd, amikor már olyan nagy lesz, akkor előbb-utóbb gondolkozni kell azon, hogy hol fog a most már önállósodó gyermek is lakni. Hát így vagyunk a gyülekezet alapítás vonatkozásában is. Reméltük, hogy néhány év múlva valami kisebb ingatlanban már ingatlan irányába tudunk lépni. Hála Isten, nagyon nagy segítség érkezett, a tervénkhez képest sokkal hamarabb, hiszen az egyházkerület komolyabb összeghez jutva abból 55 millió forintot erre a célra adott nekünk, hogy az úréti misszió számára az ingatlan vonatkozásában az első lépést, ez még nem a templom, az majd egy következő több százmilliós beruházás, hanem valami kis gyülekezeti központot tudjunk létrehozni jelen esetben a vásárlás látszó célszerűnek. Ez az épület Vezér utcán van, és ez egy ikerház. Azt a részét látjuk, amelyiket megvásároltuk, a másik fele ott van a földszinten jelenleg az Éva Patika, aki esetleg arra fele ismerős, az így tudja. Ezen a részen pillanatnyilag még a földszinten egy fogorvos dolgozik, már nem sokáig fog ott lenni. Ezt az épületet sikerült megvásárolni 60 millió forintért, és bizonyos átalakításra természetesen szükség lesz. A földszinti alaprajzot látjuk, ne ijedjen meg senki a sok vonaltól, de mégis azért legalább összképünk legyen róla. A tetőtéri rész az lényegileg úgy, ahogy van, szolgálati lakásként használható lesz, mert az lakásnak is épült. A földszinti rész az rendelőknek lett kialakítva, és a bal oldal, ami olyan narancsszínű, ha jól látom, ott az összes közfalat ki kell venni, ott szeretnénk egy kisebb termet kialakítani. A jobb oldali részen olyan világos kékkel van jelölve, az lehetne majd az iroda, meg ott vizes blokk, előtér, illetve az emeletre vezető lépcső. Az ott nagyon nagy változást nem kell csinálnunk. De a baloldali részen teljesen össze szeretnénk nyitni, egy 39 négyzetméteres termet tudnánk kialakítani. Az körülbelül fele a 15-ös, a hátsó nagy termünknek, hogy el tudjuk képzelni. Vagyis kis csoportos foglalkozásokra már alkalmas lesz, a vasárnaphoz ez természetesen kevés, ezért mondtam, hogy ez csak egy gyülekezeti központ, ez nem templom. Arra nagyon kicsi lenne ez az épület. Tehát 60 millió forintért tudtuk megvásárolni a földszint tetőtér így egybe az egészet, és hát még átalakítás, például fűtésrendszert, kazánt kell cserélni majd, elég sok minden van, amit meg kell csinálni, és természetesen be kell rendezni majd ezt az épületet, hogy a missziói céljainkra alkalmas legyen, vagyis legalább még vagy 3 millió forint az is. Úgyhogy ha most elkezdünk számolni, akkor arról van szó, hogy körülbelül egy 8 millió forint nagyon kellene. És már elindult az adakozás, köszönet azoknak, akik már léptek, mert karácsony előtt érkeztünk el oda, hogy bejelenthettük, de az nem volt igazán alkalmas, a részletekről beszéljünk, az ünnep előtti vasárnap, de bejelenthettük mindezt, és most már elindulunk ebbe az irányba, a műszaki bizottság már fölmérte az épületet, és el kell kezdenünk komolyan a belsővel kapcsolatos átalakító munkákat. Vagyis egy olyan történelmi missziós helyzetbe kerültünk, amit reméltünk, hogy egy pár év múlva bekövetkezik, de
nagyon hamar bekövetkezhetett. Ami nem sűrűn van egy gyülekezet életében, hogy az új gyülekezet számára már az ingatlan első lépésben is segíthet. Úgyhogy ez közös történelmi lehet, missziói és történelmi lehetőségünk, hogy segítsünk, és természetesen az úréti közösség is oda teszi magát mellé, hiszen távlatosan ez az ő otthonuk lesz majd. Köszönjük a már érkezett adományokat, és köszönjük az ezután érkezőket. Annyit kérünk, akár ha személyesen, akkor nyilván, hogy ingatlanra történik, mert az egyház fenntartó járulék és persei pénz, abból élünk. Abból nem futja ilyen komolyabb misszió lépésre. Ha csekken fizeti be valaki, akkor írja rá, hogy ingatlanra, és akkor tudjuk, hogy ezt erre szánta. Ha folyószámlájáról átutalja, akkor is írja rá, hogy ingatlanra. Ha nincs ráírva, akkor egyházfenntartó járulékként könyveljük, mint ahogy ezt eddig is tettük. És ha valaki átutalja a folyószámlájáról, a nevét és a címét ne felejts el feltüntetni, mert különben mi anélkül az összeget megkapjuk, csak nem tudjuk, kitől jött. És úgy nagyon nehéz könyvelnünk. Nos, ez egy örvendetes lépés, hogy ide érkezhettünk. Az 55 millió forinthoz kellene nekünk körülbelül egy olyan 8 millió forintot hozzátennünk az Úrét és a Bólya utcai közösség, hogy ez az ingatlan valahol a nyárra misszió célra alkalmas legyen. Ugyanakkor, erről most nincs képünk, itt most összecsúsztak dolgok, mondjuk így hála Istennek, mert hogy a presbitérium már foglalkozott az itteni épület együttesünk hátsó részén, különösen a nagy terem, a 15-ös terem, meg a mellette lévő kis terem, a 14-es felújításának a gondolatával is, hiszen ha valaki ott körülnéz, mondjuk takarít, akkor biztos, hogy észreveszi, a PVC-k szakadoznak, a padló PVC-je, aztán kellene egy rendes beépített szekrény, 10 év volt utoljára kifestve, sőt az egész új rész, mert ugye 10 éves, úgyhogy lassan ebben is gondolkozni kell. Nos, elindultunk ebbe az irányba is, illetve hogy a templomkert napfelüli részét is rendbe tenni, a pályán van automatolocsoló, itt nincsen, és nincs is rendben teljesen, nem is vízszintes a terep. Most így összecsúsztak ezek a lehetőségek, ezek a feladatok, de hála Isten, hogy van miben gondolkoznunk, és van miben együtt cselekednünk. Ebben az esztendőben tehát az egészre kerülne a hangsúly újra, ha a korábbi évekre visszautalok, hogy a küldetés egy-egy területe volt, különösen hangsúlyos. Most újra egészbe gondolkozzunk, mert úgy lesz a helyén a különböző részlet, hogyha egységesen látunk, a gyülekezeti virág erre emlékeztet, a úgy koncentrikus körei, tehát az Isten tisztelet és a sok szírom a kis csoportok, mindez együtt kell, hogy ott legyen szemünk előtt. A küldetésünk teljességére próbálnánk ebben az évben a hangsúlyt tenni. Csak így lehet küldetését örömmel teljesítő, Isten országát építő, mennyiségileg, anyagilag, eszközeiben is szolgálatokra elég erős, minőségileg egészséges, és így sokféle szolgálatot végezni tudó misszióra kész gyülekezetünk. Így tudunk nemzetünknek is reménységet sugárzó, vonzó közösséggé válni. Ez azt is jelenti, hogyha az egészben gondolkozunk újra, hogy feladatunk megtartani mindenben a szeretetet, a lényegi dolgokban a testvéri egyetértést. Minden apró részletben nem kell teljesen egyetértenünk, de a küldetésünk lényegi pontjaiban egyet kell, hogy értsünk, mert így tudunk hatékonyan cselekedni. Végezetül lelkesítsen és bátorítson bennünket a hűséges szolgálatra 3 bibliai hely. Jézus mondja, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Dávid király a templomépítéssel kapcsolatosan mondta 3000 éve, van még birtokomban arany és ezüst, és mivel szeretetet érzek Istenem háza iránt,
adok Istenem házára azon felül, amit eddig szereztem a Szent Házra. És Pál apostol bizonyságtétele, szava. Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És akkor majd februárban gondnok úr tud szólni gyülekezetünk anyagi helyzetéről, hiszen most tartunk ott, hogy lassan le tudjuk zárni a tavalyi évet, gazdasági bizottság, hamarosan presbiteri gyűlés lesz, ahol zárószámadással, költségvetéssel tudunk foglalkozni. Aztán szeretnénk majd leülni missziói vonatkozásban is sok mindent átgondolni. Az elmúlt héten a 86 esztendőt él dr. Újvári Zoltánné Rozsnyai Katalin temetésén vígasztalásul a Zsoltárok könyve 143. fejezetéből olvastuk. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. A 80 esztendőt élt László Tibor temetésén János Evangélium a 14. részéből Jézus szava hangzott. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És a 89 esztendőt élt Venyige István temetésén, Ézsaiás könyve 40. részéből olvastuk vígasztalásul. Az Úr erőt ad a megfáradottnak. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És jelentem, hogy gyülekezeti tagunk, a 80 esztendőt élt dr. Kis Anikó testvérünk temetése kedden 1 órakor lesz. Ma zárul 5 órakor a nagy templomban az egyetemes imahét. Köszönet mindazoknak, akik a keddi alkalom szervezésében bármilyen módon szolgálattal részt tudtak venni. Ugye kedden mi voltunk a házigazdái az imahét alkalmának. Ma délután 3 órakor hittanosoknak, szüleiknek családi délután lesz. A ránk következő héten minden kis csoportot megtartunk. A Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumában történt tűzesetről úgy gondolom sokan hallottunk. A diákokat is segíteni kell, hiszen sok mindenük oda veszett. Az ingatlanban nagyon komoly kár keletkezett. Azt még szakemberek vizsgálják, hogy vissza kell bontani, vagy mit lehet csinálni. A lényeg, hogy bizonyára többekben ott van, hogy szeretnének segíteni. Jövő vasárnap a különpersejekre kiírjuk, hogy a Károli Egyetem számára, és oda el lehet helyezni erre a célra szánt adományt. A könyvtár nyitva van, könyvek kölcsönzésére. Kell még szólnunk, bár már igen sok minden hangzott el most hirdetésként, de kell még szólnunk a hajléktalan étkeztetésről, ami február 9-én szombaton lesz, de ugye arra komolyan elő kell készülnünk. Tulajdonképpen a korábbi évekhez hasonlóan lesz, az első fogást együtt megfőzzük, a második fogás otthon készíthető el, szép nagy pogácsa vagy túrósbattyú, csak ilyen, az emeletes tortát köszönjük, most nem, ami könnyen csomagolható, könnyen kiosztható. És ugyanúgy kérjük a szolgálatra való jelentkezéseket, hogy tudjuk koordinálni. Nyilván, aki otthon végzi, azt is, hogy a mennyiséget lássuk. Az átriumban lehet jelentkezni a mai naptól kezdve, akár az otthoni sütés vonatkozásában, vagy a főzésben, a részvétel az osztásban, a itteni csomagolásban, mosogatás, éneklés, szállítás, és bizonyos dolgokat meg kell vásárolnunk, úgyhogy adományt is elfogadunk. Az átriumban lehet mindezt jelezni, ezt a szolgálati készséget.
Hordozzuk szeretetünkben, imádságunkban ezt a 2019-es esztendőt, hogy tudjunk egész küldetésünkre koncentrálni, és az előttünk álló nagy misszió kihívások, benne most ingatlan ügyek, átalakítások, felújítások, valóban missziót szolgálóan szép rendben megtörténhessenek. Emlékezzünk a mai igére, amely tanított bennünket az vető, arató, közös örömére, a közösségre, mert a közösség a szolgálatban való közösséget is jelenti mindannyiunk számára, hogy tudjunk együtt örülni küldetésünk teljesítésében. Most pedig a 396. dicséret verseit énekeljük.